Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat a mai nagykunpolgári kör rendezvényére. Köszöntöm a környékből érkezett polgármestereket, polgármesterasszonyokat, egyházi személyiségeket. Köszöntöm Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. De engedjék meg, hogy kiemelten köszöntsem körünkben, és köszönjem meg önök nevében is, hogy elfogadta meghívásunkat. Pintér Sándor, belügyminiszter urat, és a MEST házigazdáját, dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter urat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Közeledvén a nemzeti ünnepünkhöz, az egyik legszebb nemzeti ünnepünkhöz. Vértezzük fel szívünket, és a hagyományoknak megfelelően is a rendezvényünk elején kérem, énekeljük el a himnuszt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, mielőtt elkezdenénk az est érdemi részét, egy technikai dolgot hagy konferáljak be. A szokásoknak megfelelően természetesen az előadókhoz kérdéseket lehet intézni, ezt írásban tehetik meg, lesznek személyek, akik kiosztják a papírokat, a tollakat, és ugyanők fogják a felírt kérdéseket begyűjteni és átadni a címzetteknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, engedjék meg, hogy elsőként felkonferáljam Fazekas Sándor miniszter urat. Kérem, tartsa meg köszöntőjét, emlékezzen 48-ról, és bizonyára lesz más egyéb mondani valója is. Átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt polgármester úr, elnök úr, tisztelt belügyminiszter úr. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a mai estére. Látom, hogy itt elő vannak még üres helyek. Én javaslom, hogy akik hátul állnak, szíveskedjenek előre fáradni, ne hagyjunk üresen helyeket a teremben. Tessék nyugodtan helyet foglalni. Tessék csak nyugodtan. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon örülök annak, hogy most ebben a körben együtt lehetünk, a legnagyobb nemzeti ünnepünk, március 15-én, szinte az előestéjén. Jól tudjuk azt, hogy a kunság, ez az alföldi táj kivette a részét a szabadságküzdelmekből, olyan hátországát jelentette a 48-49-es szabadságharcnak és forradalomnak, amelyre valamennyien büszkék lehetünk. Debrecen volt a nehéz időkben a főváros, a kunság pedig hadrafogható fiaival, anyagi erőfeszítéseivel egyaránt kitett magáért. Mái napig élnek azok a 48-as hagyományok, amelyek erre az időszakra vezethetőek vissza. Testet töltött ezekben egy olyan szellemiség, amelynek a gyökerei még régebbre vezethetőek vissza. A kunok szabadság szeretete, ragaszkodása az értékeikhez, a vallásukhoz, ragaszkodásuk ehhez a földhöz, amely a mi földünk.
Azért is fontos, hogy ezekre néhány gondolat erejéig kitérjek, mert már 48 mérlegét már számtalanszor megvonták az elmúlt évtizedekben, sokféle értékelés született, de mindig van olyan aktualitás, amely a mindennapok számára is üzenetet hordoz. Hiszen miről is szólt az 1848-49-es szabadságharc, a forradalom? Arról, hogy legyen önálló magyar állam, legyen önálló magyar politika, legyen olyan vezetése, kormánya az országnak, amely a magyar nemzeti érdekeket fölvállalja és képviseli. Jól tudjuk, hogy ez mindig egy küzdelmes választás, hogyha valaki önállóan kezd el az érdekéért küzdeni, dolgozni. Tapasztalhattuk azt, korábban is tapasztalhatták elődeink, hogy a meghunyászkodókat szokták inkább elismerni, a külföld az ő vállukat veregeti. Az önfeladás, a saját érdekektől való elfordulás, az értékekről való lemondás az mindig egyfajta kényelmes út, és a jutalma mindig a vetélytársaknak, gyakran az ellenfeleknek az elismerése. A következmény pedig az elmúlt évszázadokban is, hogyha valamilyen önfeladó politikát folytattunk, akkor visszaszorulása volt a magyarságnak, egy térvesztése volt, és ma már kevesen tudják azt, hogy például a Rákóczi szabadságharc után, amelyben a kunok kivették a részüket, 100 év alatt a akkori Magyarországon a magyarok aránya 30% környékére, 30-35%-ra csökkent. 1700-as évektől az 1800-as évek elejéig. Erre volt válasz a nemzeti ébredés, a reformkor, és végül is 48 is erről szólt, hogy miként lehet újra nemzetnek saját kezébe venni a sorsát, milyen érdekképviseletet kell elérnünk a monarchián belül, esetleg azon kívül is. És ez az önállóság, amely 1867-tel végleges lett, azt eredményezte, hogy 1910-re a magyarok aránya 55%-ot ért el az országon belül, és a lélekszámbeli erősödést anyagi, kulturális, tudományos, művészeti erősödés is követte. Ezekhez az eredményekhez, ez a gyarapodáshoz szükséges volt egy erős állam, egy olyan ország, amely a magyar emberek érdekeit képviseli. És így van ez ma is. Ma is vitákat váltanak ki a nemzetközi szinten, gyakran belföldön is, hogyha egy önálló magyar politika megjelenik, sőt nem ritkán támadásokkal is számolnunk el. Sőt, láthatjuk azt, hogy saját nemzeti értékeinket képviseljük, ha saját nemzeti értékeinket képviseljük, akkor támadnak bennünket. Európai Unióban, külföldi sajtótermékben és gyakran idehaza is. Aki nem áll be az európainak hirdetettem, de inkább konformistának tekinthető politikailag korrekt vonalba, sablonba, azt mindenfélének kikiáltják. Onnan is lehet tudni, hogy önálló politikánk van, saját érdekeinket képviseljük, hogyha támadnak bennünket. Ez mindig egy biztos mérce. Hogyha csend van körülöttünk, akkor valószínű, hogy másoknak jó az, amit csinálunk, de nekünk valahol káros lesz. Közép vagy hosszú távon károkat okoz. Így volt ez régen is. Csak néhány történelmi példát szeretnék felhozni a régmúltból. Számunkra II. Rákóczi Ferenc történelmünknek egy tündöklő alakja. Ezzel szemben a korabeli európai közvélemény számára egy rebellis rabló vezér volt. Így írtak róla. Támadták Rákóczit, mert olyan felkelőnek tartották, aki a törvényes, konformista Habsburg uralkodóház ellen lázad. Ez egy elég kiábrándító eset. De van egy másik példa is, visszakanyarodva 48-hoz. Az 1848-as forradalom a számunkra a nemzeti nagyság és az újjászületés jelképe. De mit jelentett ez az akkori hivatalos Európa számára? Mi úgy tudjuk, hogy a népek tavaszát jelentette. Pedig a valóságban nem volt egyetlen olyan európai kormány sem, amely elismerte volna a 48-ban létrejött magyar államot. Sőt, összefogtak, a forradalmat leverték, az államot megszüntették. Nem segített nekünk akkor senki. Ez is az igazsághoz tartozik. Mutatja azt az örök tanulságot, hogy minden nemzetnek meg kell küzdenie az őt mellettő helyet a nap alatt, a saját érdekeinket igenis ki kell állni, és a legkülönbözőbb diplomácia és szerencsére olyan körülmények vannak, békés eszközökkel kell az érdekeinket képviselni, miközben egyetértésben, összefogásban lehetőleg saját közös dolgainkat is rendbe kell tenni. Azért, hogy a népek versenyében helyt tudjunk állni, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és egy olyan erős nemzetépítő államunk legyen, amely fennmaradásunkat a következő 1000 évre vagy még hosszabb időre is garantálja itt a Kárpát-medencében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai estén ennek a
építkezésnek néhány részletéről szeretnénk tájékoztatást adni. Lassanként feléhez ér a kormányzati ciklus, és az egyik legfontosabb terület, amelyet a belügyminisztérium fog át, belügyminiszter úr képviseli a tárcát, amely azt hiszem valamennyiünk számára komoly érdeklődésre számíthat. Az ott történt eseményekről, cselekvésekről és dolgokról szeretnénk tájékoztatást adni önöknek, azért, hogy meg tudjuk vonni a mérleget, hogy honnan indultunk, hol tartunk most, és milyen további célok vannak, amelyeket szeretnénk elérni, szeretnénk teljesíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, felkérem Pintér Sándor belügyminiszter urat, hogy előadását tartsa meg, és tájékoztasson bennünket a tárca által végzett munkákról. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy meghívtak erre a ünnepi alkalomra. Külön köszöntöm azokat, akit itt arcról már ismerek, hisz éveken keresztül a karcagi birka főzőversenynek a kóstolója vagyok. Nem a résztvevője, mert főzni még nem tudok, de kóstolni kiválóan. Szeretném elmondani, hogy hogy indult a belügyminisztérium 2010-ben, és hova jutottunk. 2010-ben még a kormányváltás előtt miniszterelnök úr felkért, hogy nézzük meg, hogy milyen Magyarországon a közrend és a közbiztonság, és ezt nem csak a statisztikai adatokból tettük meg, hanem elkezdtük az országot járni, megnéztük a kis településeket, és megkérdeztük az állampolgárokat, az önkormányzatok vezetőit, hogy milyen ma Magyarországon a közbiztonság. Azt tapasztaltuk, hogy a kis települések közbiztonsága a legrosszabb az országban. A gyümölcsét nem az leszedi le a munkájának, aki megdolgozott érte, hanem a környezetében élők, akik gondtalanul éltek, és úgynevezett létfenntartási bűnözéként tevékenykedtek. Elhatároztuk, hogy ezen változtatni kell, hogyha kormányra jutunk, és miután a magyarok a kormányunkat megválasztották, eldöntöttük azt, hogy itt kezdjük a változtatást. A változtatásnak az érdemi része az volt, hogy a szabálysértési törvényt megváltoztattuk. A szabálysértési törvény lényegét, ami korábban a jegyzőhöz telepítette a szabálysértések felderítését, és a jegyzőhöz telepítette az elbírálását is, és pénzbírsággal sújtotta a tulajdon elleni szabálysértéseket, azt megváltoztattuk, és a rendőrséghez delegáltuk vissza a felderítést, hisz a jegyzőnek nem volt semmilyen szakképzettsége sok esetben ahhoz, hogy ezt a felderítő munkát elvégezze, és sok esetben a jegyző nehezen hozott döntést, amikor ugyanabban a faluban lakott, a gyermekei oda jártak az iskolában, és veszélynek érezte kitenni a családját, hogyha negatív döntést hoz. A leglényegesebb kérdés az, hogy pénzbírsággal sújtotta korábban a tulajdonelleni szabálysértéseket a szabálysértési törvény, és ha valakinek nem volt pénze, ezért elment élelmet lopni, azt utána megbüntettük pénzbüntetésre. Nos, mi történt? Hát vagy a szociális segélyből fizette ki, és ha kifizette a szociális segélyből, akkor újra elment lopni, hogy megéljen. Vagy hogyha nem fizette ki a szociális segélyből, akkor elment lopni azért, hogy ki tudja fizetni a pénzbírságot. Tehát ennek megfelelően megváltoztattuk ezt a törvényt, és elzárásossá tettük, és nem a jegyző bírálja el, hanem a rendőrség vagy a bíróság. Óriási hatást értünk el ezzel, óriási hatást, olyat is, ami szándékon túli eredmény volt. Mi a kis falvakra, a kis településekre koncentráltuk, amikor a törvényt meghoztuk, azonban a üzlethálózatok, a kiskereskedők jelezték, hogy ott is hatása van, mert az üzleti lopások 40%-kal csökkentek. 30%-kal csökkentek azok a szabálysértések száma, ami a kis településen történtek. Tehát jó irányban indultunk el. A jó irányba történő elindulással az is együtt járt, hogy a készenléti rendőrséget, amit addig csak a városokban telepítettek és ott teljesítettek szolgálatot a kollégák, a kis településekre egy gördülő akció keretén belül vezényeltük, és ennek megfelelően
Körözött személyeket fogtunk el, a körözött személyek elfogását követően azokat a tulajdon elleni szabásértőket, akik éjjel dézsmálták a különféle veteményeseket, nagy részben sikerült elfogni, és sok esetben sikerült a kistelepülések közbiztonságát javítani. Hangsúlyozom, javítani, nem megoldani, mert még előttünk áll hosszú út ahhoz, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy a tulajdon mit jelent, és a más tulajdonát hogyan kell neki is óvni, hogyan kell neki is megvédenie. A belügyminisztérium ezután a jogi aktus után ugye meg kellett, hogy alakuljon, hisz korábban szétverték a belügyminisztériumot. 159 év után megszüntették a belügyminisztériumot, 4 minisztériumból építettük újjá. A 4 minisztériumból történt újjáépítést követően rögtön egy nagy problémával találtuk magunkat szembe, ezt úgy nevezték, hogy a Sajó-Hernádi árvízhullám, amelynek a nagyságát mutatja az, hogy a árvízhullám idején a vízügyi kollégák, akkor még a Fazekas miniszter úr irányítás alá tartoztak, azt jelezték, hogy elönt 17 települést a víz, és nem lehet megvédeni, mert 60 km hosszan 70 cm-rel meg kell emelni a védműveket. Ez magyarul a gátak, csak ők azt mondják, a gát az keresztbe megy a vízen, a védmű meg a vízzel párhuzamosan és védi a környezetét. Ennek megfelelően azt gondoltuk, hogy 17 települést ki kell telepíteni, de szerencsére azt a döntést hoztuk, miniszterelnök úr utasítása, hogy nem kitelepítünk, hanem megemeljük 24 óra alatt 70 cm-re a gátakat. Ebben a munkában részt vettek a helyi lakosok, részt vettek a polgárőrök, a katasztrófavédelmisek, a tűzoltók, riadóztattuk a rendőrséget, a büntetés végrehajtási intézetnek a dolgozóit és az elítélteket is. Tehát mindenki dolgozott ezen az észak-kelet-magyarországi területen akkor, és ennek megfelelően sikerült elérnünk azt, egy települést, Felsőzsolcát öntötte csak el a víz, ez a csak is, ugye, nem csak, mert több mint 100 ház összedőlt, új házat kellett építenünk. A belügyminisztérium kapta azt a feladatot, hogy építsük újjá Felsőzsolcát, és örömmel mondhatom, hogy 2010. december 31-éig újjá is építettük, vagy mindenkinek házat vásároltunk. Senki nem maradt fedél nélkül, decemberbe, karácsonyba, vagy újjáépített házba költözött, vagy más vásárolt módon megoldottuk a lakhatását. Közben a jogalkotásban sem maradtunk el, a háromcsapás törvényét előkészítettük és megalkottuk. Önök is tudják, hogy a háromcsapás törvényének eredményeképpen az, aki háromszor életellenes bűncselekményt vagy súlyos bűncselekményt, amit a törvény kategorikusan felsorol, elkövet, az a harmadik bűncselekmény után életfogytig tartó szabadságvesztésre kell ítélni. Most is van több olyan ügyünk, ahol már korábban emberölés miatt, súlyos testisértés miatt elítélt személy szabadulását követően életfogytit kapott korábban, és csak akkor 20 év után ugye szabadítani kellett. A szabadulása után most éppen az élettársát ölte meg, meg annak a gyermekét. Tehát jogos ez a törvény, és megfelelő módon megítélésem szerint a közrendet, közbiztonságot és valamennyiünk biztonságát fogja garantálni. Amikor úgy éreztük, hogy túl vagyunk az első dolgok nehezén, akkor bizonyára emlékeznek, jött a vörös iszap katasztrófa. Október 4-én áttörte a gátat a MAL részvénytársaságnak a vörös iszap tározója, és ennek megfelelően 8 ember közvetlenül a vörös iszapban lelte halálát, 2 a kórházba haltak meg, és Felsőzsolcát és Devecser gyakorlatilag elöntötte a zár, jelentős részét az ott lakók házainak elvitte. Van olyan ház, amik 1 méter 80 centi magasan állt bent a vörös iszap. Ennek megfelelően itt egy óriási összefogás volt, összefogtak a rendőrök, a katonák, a tűzoltók, a mentősök, mindenki mentett az első időszakban, akinek lehetősége volt rá. A mentést követően ugye a helikopterrel, mentőautókkal, civil autókkal vittük a sérülteket a környező kórházakba, és ezt követően ismét a belügyminisztérium kapta azt a nemes feladatot, hogy Kolontárt és Devecsert a lehető legrövidebb időn belül építsük újjá. Újjáépítettük, egy év elteltével még az emlékparkot is sikerült átadni. Mindenki, aki ott károsodást szenvedett a személyi javaiban,
adnak, vagy új házat, vagy vásárolt házat adtunk, vagy pedig megfelelő elhelyezéséről gondoskodtunk. Tehát volt mit tenni, és 2011. október 4-én ünnepélyesen átadtuk ezeket a dolgokat, be lehetett költözni ezekbe a házakban, és örömmel nyugtáztuk, hogy mindenki örült, hisz vadonatúj házat tudtunk nekik adni. Egy dolgot nem tudtunk viszont visszaadni, az emlékeiket, mert az emlékeiket elsodorta a víz, tárgyaikat elsodorta a vörösiszap, és a lugos kémhatás is megevett gyakorlatilag minden használati eszközt és tárgyat. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor azt mondom, hogy elég mozgalmas éve volt a belügyminisztériumnak az elmúlt időszakban, de azért, hogy ne legyen teljesen könnyű a helyzetünk, 2011 első felében az Európai Uniós elnökséget is magunkra kellett, hogy vállaljuk, és le kellett bonyolítani. Más minisztériumoknak is természetesen ugyanilyen feladata volt, a miénk egy picivel volt más, hogy 260 rendezvény volt Magyarországon, a uniós elnökség alatt ennek a 260 rendezvénynek a rendőri biztosítását meg kellett oldani, ennek a 260 rendezvénynek a forgalmi, közlekedési biztonságát meg kellett oldani, és azok az elméletek, amik korábban azt mondták, hogy be fog dugulni a főváros, Pest megyében nem lehet majd közlekedni, kérem szépen mind-mind csak egy rémálomra emlékeztettek, mert egyetlen egy alkalommal sem történt olyan dugó a fővárosban, amelyik pár percet is elvett volna a főváros közlekedőinek az életéből. A baj nem jár egyedül, szokták mondani, amikor mi az elnökök voltunk Észak-Afrikában, ugye Tunéziában, Libiában és Egyiptomban az afrikai tavasz eredményeképpen nagyon sok menekült volt a Földközi-tengeren, amelyet a magyar belügyminisztérium mint elnök irányításával kellett bizonyos mértékig megoldani, ahol a tagállamok segítségével, Görögországnak, Olaszországnak, Máltának, Ciprusnak a segítségével sikerült kimenteni a menekülőket, és az elhelyezésükről is gondoskodni kellett. A kollégáink ebben is kiválóan működtek, és elismerésre tettünk szert az unión belül a gyors reagálóképesség és a gyors megoldások alapján. Mindezt figyelembe véve azt szeretném még elmondani, hogy azért más feladatokat is elvégeztünk és dolgoztunk. Itt, ha megengedik, akkor felsorolnám azoknak az egységeknek a tekintetében, amelyek a belügyminisztériumhoz kerültek. Hát mindenek előtt, mint a legnagyobb egység a rendőrség, 44 ezer fővel, amelyet úgy vettünk át, hogy 3 ezer rendőri hely betöltetlen volt. Sok esetben kiképzetlen rendőrök is szolgálatot teljesítettek, és a kormány határozat alapján 4200 rendőrnek a felvételét és képzését kell 2 éven belül megoldanunk. Örömmel mondhatom, hogy önök is figyelemmel kísérhették a tévén keresztül, 3000 rendőrnek a kiképzése megtörtént, esküjük megtörtént, és 1200 főnek ebben az esztendőben szintén meg lesz az esküje, és szolgálatba fog állni. Tehát a kormány határozatot a belügyminisztérium a rendőrség tekintetében teljesíteni fogja. Az, hogyha ez az új létszám teljes egészében szolgálatba áll, el tudjuk érni, hogy az ország valamennyi területén a 100 000 lakosra jutó rendőrlétszám ugyanannyi legyen, és ugyanolyan legyen a közbiztonság a kis településeken, a kis falvakban is, mint a közép vagy a nagyvárosokban. Ezért tevékenykedünk. Az, hogy ez így legyen és ez ellenőrizhető legyen, folyamatosan figyelemmel kísérjük az egyes vezetőknek a munkásságát, teljesítményét, és döntéseket hozunk. A döntéseket már most szeretném előre mondani, hogy azt fogják mondani, hogy politikai döntés, mert itt vagy ott leveszünk rendőri vezetőt. Nem, kérem. Ez olyan, mint az NB1. Az utolsó 4 ki fog esni. Aki utolsó 4 helyen a mi általunk felállított adatok alapján nem éri el azt a teljesítményt, amit elvár tőlük a belügyminisztérium, és elvárnak tőlük önök, hogy milyen legyen, azoknak sajnos más beosztást kell nézni, és akkor megnézzük, hogy a friss, új teljesítő képességű emberek hogyan tudják azt a feladatot esetlegesen jobban megoldani. A
rendőri területet leszámítva ugye kiemelkedő teljesítmény még a tűzoltóság területén történt, ahol az önkormányzati tűzoltóságot átalakítottuk országos tűzoltósággá. Nem elfogadható az számunkra, az ország egyik településén, ahol szegény település van, más legyen a tűzbiztonság, mint azon a településen, ahol gazdagok az önkormányzatok. És az önkormányzatok egyik helyen van pénze tűzoltóautóra, van pénze jól kiképzett tűzoltó tisztekre, a másik oldalon nincs pénze erre, és nem megfelelő szerkocsikkal próbál meg tüzet oltani. Ezért összpontosítottuk többek közt, ezért is összpontosítottuk a tűzoltóságot, központi ellátás lesz, és megfelelően olcsóbban fogjuk végrehajtani a feladatot. Többen kifogásolták azt, hogy ez nem megfelelő Magyarország számára, és azok mondják ezt, akik 2004 óta a tűzoltóknak a túlóradíját nem fizették ki, a mi kormányunkra maradt a 2004 óta a túlóradíjak kifizetése, azoknak a kamatainak a kifizetése, és mi ezt felvállaltuk és megtettük. Tehát azon kívül a tűzoltóknál kiemelném azt, hogy azt a védőruházatot, amelyben a feladatukat el kell, hogy végezzék, sok esetben leamortizálták, sok esetben ugyanabban a ruhában voltak, amit 98 és 2000 között, 2002 között a mi kormányunk vásárolt, hogy ezeket valamennyit meg kell újítani. Ha elvárjuk azt a tűzoltó kollégáktól, hogy életük kockáztatásával a tűzben a tűzoltást elvégezzék, hogy megfelelő felszerelést kell nekik ehhez biztosítani. Ezt mi úgy gondolom, hogy első lépésekként megtettük. Kiemelném még a bevándorlás és állampolgársági hivatalt, ami szintén a belügyminisztériumhoz tartozik. Ott a kiemelkedő feladat az, hogy ami korábban, mint említettem, a arab tavasz révén illegális migráns hullám, menekült hullám megindult, az elérkezett a határainkhoz. Elérkeztek az afganisztániak, a pakisztániak, a szomáliaiak, a libiaiak, a vendégmunkások, akik az észak-afrikai országokban dolgoztak, és ugye itt kiemelkedő határvédelmet kell folytatnunk. A kiemelkedő határvédelem mellett ugye az elfogottakról gondoskodni kell, akik illegálisan átlépték a határt, el kell bírálni ezt, és ez egy jelentős terhet rót erre az állományra. De nem ez az igazi, mert van örömteli munkájuk is. Az örömteli munka viszont a kettős állampolgársághoz kötődik, és örömmel mondhatom, hogy 150 ezer kettős állampolgárnak az ügyintézését ugyanez az állomány elvégezte. A további szolgálatokat, hogyha vesszük, akkor a büntetés végrehajtás, amely szintén a belügyminisztériumhoz tartozik, büntetés végrehajtásnál egy óriási problémát észleltünk, hogy a rabok nincsenek foglalkoztatva. Gyakorlatilag az volt csak, hogy az dolgozott, aki akart, nagyon akart, mert munka se volt, mert a büntetés végrehajtási intézetnek a munkahelyei megszűntek. Mi jogszabályilag kvázi kötelezővé tettük a munkát. Munkát is biztosítunk a raboknak, még nem mindenkinek. És célkitűzésünk az, hogy 100%-ig öneltartóvá váljon a büntetés végrehajtási intézet. Kérem, 17 ezer ember van a büntetés végrehajtási intézetben. Amikor kormányra léptünk, akkor 14 ezer volt, 3 ezerrel nőtt a létszám. Ez egyértelműen a következetes rendőri munkának, a következetes ügyészi munkának köszönhető. Ahhoz, hogy mivel foglalkoztassuk a rabokat, ugye döntés született, legelőször is egyenruhavarrást vezettünk be, hogy ne legyen ilyen sok hivatalos elleni erőszak, és ne mondják azt, hogy nem ismeri fel a rendőr egyenruhát, ezért a rendőr egyenruhával kezdtük. A rabok rendőr egyenruhát varrnak kezdetként. A második ilyen lépés a bakancs volt. A bakancsot ebből legyártották a teljes rendőri állománynak az M60 mintájú, ezt a újabb bevetési kék egyenruháját és a bakancsát. Hogy a büntetés végrehajtás intézetben meg tudják különböztetni, hogy ki az őr és ki az őrzött, ezért az őrök ruháját is ők fogják varni a későbbiekben. És szeretnénk a munkával való ellátás keretén belül, ha a MÁV-nak, a budapesti közlekedési vállalatnak és a többieknek szintén az egyenruha ellátását ne Németországból vagy Angliából importáljuk, varjuk meg magunknak. Munkerő van.
Tehát ennek megfelelően a büntetés végrehajtásnak az átalakítását is megkezdtük, és a élelmezés a következő terület. Volt földterület, ahol megtermelték a különféle zöldségeket, gabonákat, és mindjárt is adták lábon. Ezt most feldolgozzák. Pékséget nyitottunk, és pékséget készítünk, még nem nyitottuk meg, már előre gondolkodok. Áprilisban a reményeim szerint a büntetés végrehajtási főigazgató megnyitja az 5000 fő ellátására alkalmas kenyérgyárat. Tehát ennek megfelelően a kenyér ellátás is biztosítva lesz jelentős részben és jelentős mértékben. A állattartásban kettős feladatuk lesz. Van a startmunkaprogram, amiről még külön szeretnék egy kicsit beszélni a későbbiekben, de a startmunkaprogramhoz a vetőmagot, meg a kiadott állatokat, a tenyésztésre kiadott állatokat, azokat a büntetés végrehajtási intézet fogja a későbbiekben tenyészteni, illetve megtermelni. Miután 14 ezerre vettük át a létszámot, és most 17 ezer, ezért börtönbővítéséről kellett gondoskodni. Solton a fogvatartottak közreműködésével, műszaki irányítással építettünk már egy szárnyat, Gyorskocsi utcát a fogvatartottakkal felújítottuk, és a későbbiekben szeretnénk, hogyha a rövidebb elítélési időtartamra ítéltetett emberekkel meg tudnánk oldani az úgynevezett nyári börtönt. Szeretném, hogyha nyáron olyan elhelyezést kapnának és tudnának, hogy 3 hónapot, 4 hónapot kapjon, ne kelljen nagy összegért teljes börtönt építeni, a börtönben legyenek a súlyosan elítéltek, életellenes cselekmények. Ezek egy enyhébb fokozatban, ne télen hívjuk be, amikor fűteni kell rájuk, meg világítani, hanem nyáron, amikor nem kell fűteni. Hát nem mindegy, mikor üri le, nem? Ennek megfelelően szeretnénk, hogyha ezt a későbbiekbe szintén elfogadnánk, ez némi jogszabály és bírói segítségkel. Tehát a büntetés végrehajtási területet is így átöleltük. A belügyminisztériumhoz tartozik a TEC, a terrorelhárítási központ, amely egy új egység, amely a New Yorki terrorcselekmény utáni koncepciót hordozza magán, amikor is kitalálták azt, hogy a terrorcselekményekkel foglalkozó egységeket egy egységbe kell tömöríteni. Ez megtörtént nálunk, több ország ezt megtette, ugyanezt kifogásolják nálunk, de ez még nem jelenti azt, hogy nem tettük meg a helyes lépést. És más országok is megtették ezt, akik nagyobb terrorveszélynek vannak kitéve. A terrorelhárítási központban vannak azok, akik ellenzik a híreket, akik szerzik a híreket, és akik esetleg elhárítják azt a szemét, aki terrorcselekményt akar végrehajtani. A következő ilyen egységünk ugye a titkosszolgálatok. A titkosszolgálatok azok titkosak. Hát erről ennyit. Megvannak, jól vannak, köszönjük szépen. A következő ilyen terület a építésügy. Az építésügy is a belügyminisztériumhoz tartozott, városfejlesztéssel együtt. Ott szeretném elmondani, hogy az a döntése a kormánynak akkor igazolódott igazán be, amikor Felsőzsolcát újjá kellett építeni, amikor Devecsert újjá kellett építeni, hisz nem packázott az egyik minisztérium a másikkal, hogy még ezt csináld meg, azt csináld meg, egyszerűen az építésügyi hatóságot miniszteri utasításra letelepítettük arra a helyre, ahol az építést végre kellett hajtani, és mindjárt megmondta a hatóság, hogy mire van ott helyben szüksége. Megcsinálták, megnézték, és így lehetett építési engedélyt kiadni 7 nap alatt, 10 nap alatt. Hát mindenki haza szeretett volna jönni, de nem jöhetett haza, amíg az összes építési engedély ki nem volt adva. És jó munkát végeztek, kiváló munkát végeztek a kollégák. A következő ilyen terület, ugye a legnagyobb területe a belügyminisztériumnak, az az önkormányzati terület. Az önkormányzatok területén kiemelkedő az az önkormányzati törvény, amelyet sikerült elfogadtatni a parlamenttel, és amelyik részben már életbe lépett, és az utolsó szakaszai a következő választás után 2014-ben fognak életbe lépni. Ennek alapvető egyik preambulumban is szereplő része az, hogy az önkormányzat mitől önkormányzat.
Jelen pillanatban odáig süllyedt, nem jelen pillanatban, a törvény előtti, odáig süllyedt ez a gondolkodásmód, hogy az önkormányzatok jelentős része azt hitte, hogy attól önkormányzat, hogy az állam felé tartja a markát és a szétosztja az ott telepen lévők között. Nem arról, hogy itt évszázadok óta kialakult egy lakóközösség, kialakult egy közösség, amely önfenntartotta magát, amely meghozta a saját szabályait, amely biztosította az élet lehetőségét és a fegyelmet az adott területen, erről szinte teljesen megfeledkeztek. Ennek megfelelően szeretnénk azt elérni, hogy a későbbiekben is az önkormányzat, hogyha meghal valaki a területén, és köztemetésről van szó, akkor ne azt mondja, hogy köztemetés ennyi és ennyibe kerül, köztemetés, állam ad ide a köztemetésre a pénzt. Hát évszázadokon keresztül úgy volt, hogy ha a településen valaki meghalt, akkor vagy a rokonok, vagy a szomszédok, vagy négy markos legény fogta az ásót, megkérték a papot, kimentek, és megfelelő tisztességgel az önkormányzat saját maga megoldotta ezt a problémát. Nem állami feladatokat kell keresni ilyen jellegű feladatok megoldásába. Az, hogy levágják valaki előtt a füvet, kérem, az nem egy állami feladat. Miért fizessen azért Karcag városa, hogy Záhonyba valaki levágja maga előtt a füvet? Ne fizessünk ezért mi adott Karcagon, hanem ezt vegye meg, hogyha nincs pénze traktorra, benzinre, akkor vegyen sarlót, vagy vegyen kaszát, és vágja le maga előtt a füvet. Tartsa rendbe az önkormányzat teljes területét. Ettől önkormányzat az önkormányzat. Hozza meg a saját szabályát, hogy mikor kell. Azt mondták, hogy ez diktatórikus, amikor először elmondtam. Kérem szépen, elmondanám azt, hogy Egyesült Államok egyes államaiba meg van határozva az, hogy a ház előtt a gyepet szombaton reggel 8 és 12 óra között le kell vágni. Aki nem vágja le, annak helyett levágják, és ráterhelik a házra a költségét, ha nem fizeti be. Én azt gondolom, hogy ez az igazi demokrácia, hogyha egy adott település önmagáról is képes gondoskodni. Ha nehézségei vannak, természetesen ott van a nagyobb közösség. Ott van a nagyobb közösség a megye, vagy ott van a nagyobb közösség az állam mögötte. De azt nem azt jelenti, hogy minden olyan feladatot, amit önmaga el kellene, hogy végezzen, másokkal kell elvégeztetnie. Hát ez az önkormányzati törvénynek az egyik alapja, és nagyon remélem, hogy ez a későbbiekben meghonosodik, és ilyen módon megoldást nyer. Gyakorlatilag a belügyminisztériumban még szerepel úgynevezett szervezett bűnözés elleni központ és a belső elhárítás. Mind a kettő támadásoknak van kitéve, de szeretném elmondani, hogy mind a kettő eredményesen működik. A korábbi időszakból fennmaradt ügyeknek a befejezése megtörtént, és ezt hamarosan bírósági ítéletek igazolják, és a korrupció visszaszorítására is megfelelő intézkedések történtek, és reményeim szerint megfelelő eredmények is vannak. Ezeket az eredményeket, ezt hétköznapokban nem látjuk. Ott látjuk, hogyha a rendőr szakszerűen, gyorsabban és jobban intézkedik. Összefoglalva ezt szerettem volna elmondani. Én elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszabb voltam a kelleténél. Bármilyen kérdésre, amelyeket önök feltesznek, legjobb tudásom szerint válaszolni fogok. Köszönöm a figyelmüket! Úgy gondolom, visszatapsoltak, a startmunkáról még kellene egy pár szót beszélnem. Elnézést kérek itt. A startmunka program az egy jelentős és kiemelt program. A startmunka programban a kormány azt a célkitűzést adta a belügyminisztériumnak, hogy 200 ezer embert foglalkoztassunk a startmunka keretébe. Ez 47 ezer forint nettó fizetést jelent. A 47 ezer forint nettó fizetésnél sokan azt mondják, hogy ebből nem lehet megélni. Én azt gondolom, akinek saját kertje, saját ellátására zöldség termesztési lehetősége van, akkor ebből a nagyon szűkösen is, de biztos, hogy meg lehet élni. És egy biztos, hogy jobban meg lehet élni, mint 28.500 forintból, amit korábban adtak a segélyként. A különbség csak az, hogy a segélyért semmit nem kellett csinálni, a 47.500 forintért meg dolgozni kell. És az, hogy dolgozni kell, kétféle lehetőséget is biztosít.
Az egyik az, hogy a embert karbantartja, reggel fel kell kelnie, munkába kell mennie. Szocializálja a gyermekét, hogy nem az a megoldás, hogy pénzedjusak, hogy a polgármesterre ráverem az ablakot, hogy mikor ad segélyt, hanem az, hogy reggel föl kell kelni, dolgozni kell, és munkabért kap érte. És hangsúlyozom, hogy munkabért, mert a segélyből nem lehetett semmit levonni. Nem lehetett a szabálysértési bírságot levonni, nem lehetett a gyermektartást levonni, semmit nem lehetett levonni. Ez a munkabér, ugye ez nem, ez a 47 ezer, amit már készhez kap, a munkabér úgy működik, hogy ezből lehet vonni a gyerektartást, lehet vonni a büntetést. Rávezeti arra, hogy hogy kell dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legsikeresebb program lesz, hogyha önök is támogatnak és segítenek bennünket ennek a végrehajtásában. Eddig 188 ezer emberrel kötöttünk szerződést. A jelenleg még rendelkezésünkre álló 132 milliárd forint hátralévő részéből még úgy számolunk, hogy 206 ezerig tudunk elmenni jelen pillanatban. Kérem, dolgoznak az emberek, akik ebben megkezdték. Négy területen dolgozunk igazán. Az egyik az állami foglalkoztatás, amely állami foglalkoztatásba kiemelt az úthálózatnak a karbantartása és kezelése, kiemelt a MÁV vasúti sineknek a karbantartása és kezelése, erdőgazdálkodásnál. Kevés erdőnk van, azt mondták. Telepítünk erdőket akkor. Megfelelő módon tudunk erdőt telepíteni ezzel a munkaerő mennyiséggel. A másik ilyen jellegű terület az az önkormányzathoz kötődik. A önkormányzatok eddig is foglalkoztattak embereket. 2 és 4 órába. Nem jó, nem szabad. 6 vagy 8 órába kell foglalkoztatni az embereket ahhoz, hogy a munkaerejüket karbantartsuk, és ne a láthatósági mellényt szellőztessék meg az úton, hanem rendes feladatot kell nekik adni. Normát vezettünk be, a normát el kell végezni, mert különben nem látszik, hogy mit csinál. Nem látja ő is, hogy mennyi az a munkaereje, amit ő neki ki kell használni ahhoz, hogy megfelelő módon a teljesítményét elfogadja a társadalom is. Tehát ezt is bevezettük ezen a területen. A másik az, hogy kísérleti startmunka programokat próbálunk megvalósítani. Mezőgazdasági területen a Vidékfejlesztési Minisztérium Fazekas Sándor úr segítségével lehetőséget ad, hogy állami földet használjanak, ne tulajdonoljanak, használjanak, és itt termeljék meg az önkormányzat részére a zöldséget, termeljék meg a kisállatot, fizetést kapnak. A termény nem az övéké, majd az önkormányzati lesz. Kaphatnak vissza belőle, aki jól dolgozik, kérem, valamivel ösztönözni kell az ott dolgozókat. Tehát megtermelhetik azt a töbletet, amelyből ők is kompetencia gyanánt részesülhetnek, de ahhoz jól kell dolgozni, el kell végezni a feladatokat. A vízügy területén, amit január 1-től, még nem tudok róla sokat mondani, mert január 1-től került hozzánk, de azért került hozzánk, hogy ennek az embereknek értelmes munkát tudjunk adni. A mérnökökkel elvégeztettük azt, hogy melyek azok a fő csatorna hálózatok, amely egyszer a belvizet levezeti, egyszer nyáron a szájba, visszafelé fordatva, öntözési rendszerként tud működni. Gravitáció elvezeti a vizet, emelőművekkel majd fölemeljük a vizet, és öntözési csatornákat fogunk építeni. Ez a mérnöki munka jelen pillanatban nagyon jól halad. Remélem, hogy már idén ilyen csatornát tudunk ásatni, ilyen csatornát tudunk üzembe helyezni a nyári aszálynál egy-két helyen már. Akkor megint beljebb leszünk. Tehát én azt gondolom, hogy úgy kell gondolkodnunk, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Mindenben meg kell néznünk, hogy milyen módon tudunk mi munkát adni, milyen módon tudunk mi úgy értékteremtő munkát adni. A közmunka az nem cél, a közmunka eszköz. Eszköz, hogy a munkaerőt karbantartsuk, eszköz, hogy tanítsuk a következő generációt, eszköz arra, hogy a későbbiekben, hogyha megnyílik a gazdasági fejlődés, akkor megfelelő munkaerőkkel álljunk ennek a rendelkezésére. Most már nem jövök vissza, csak a kérdésekre válaszolok. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönjük a belügyminiszter úr tájékoztatóját.
Megérkezett jó néhány kérdés, és remélem, hogy még vannak további kérdezők is. A kollégáink rendelkezésre állnak papírokkal. Nem tudom, hogy kér-e még valaki hívet, és szeretne írni kérdést. Azért választottuk ezt a módszert, hogy pörgősen haladjunk, és akkor, ha lehetséges, miniszter úrnak fogom majd visszaadni a szót, hogy az elhozott felvetésekre, illetve lejjebb kérdésekre válaszoljon, még további kérdés érkezik. Első kérdés. A szocialisták március 15-én nemzetközi tüntetést szerveztek Budapesten az ország a kormány ellen. Nyugodtan mehetünk-e ünnepelni Budapestre? Garantált-e a biztonság az ünneplőknek? Szilágyi János, egészen biztosan jöhetnek Budapestre, és abszolút garantált a biztonsága mindenkinek. Én azt szeretném elmondani, hogy az elmúlt két évben még csak különösebb gondot. Láttak egy vaskordont valahol? Azt mondtam a rendőri kollégáknak, hogy én még maximum kötélkordont szeretnék látni. És a magyar emberek fegyelmezettsége és a fővárosiak fegyelmezettségét mutatja, hogy még az ellenzék részéről kijött tüntetők sem lépték át ezeket a kordonokat. Egyszer volt hangos a tüntetés, amikor a kedvezményes nyugdíjról döntés született, amikor többen összegyűltek hangosan az országház elé. Akkor is kimentem közéjük, és úgy gondolom, hogy meg tudtuk oldani azt, hogy a kollégák tudomásul veszik, hogy van egy kormánydöntés, és mindenkinek dolgozni kell a pénzért, kivéve az, aki meghatározott időben elmegy nyugdíjba. Az más. A egészséges embernek dolgozni kell a pénzért. Én is dolgozom. Azt mondja, hogy köszönöm egy dicsérő szó, ezt nem olvasom fel, azt majd másra bízom. Köszönöm szépen egyébként, köszönöm az elismerést. Felkészült a rendőrség a nyílt provokációra. Külföldről jövő bűnözőcsoportokra. Vannak ilyen információink, én szerintem nem fognak eljutni Budapestig, legalábbis nagyon reménykedem ebbe. Nem bízom, vagy bízom abban, hogy nem lesz semmiféle nyílt provokáció. Ünnepelni fogunk. Március 15 a mi nemzeti ünnepünk. Ennek megfelelően kérek mindenkit, a jelenlévőket is, távollévőket is, hogy így gondolkozzunk. Nem hagyjuk, hogy az nemzeti ünnepünket bárki elvegye tőlünk, vagy bárki elrontsa. Legyen az külföldi, legyen az magyar, legyen az akárki. Nem engedjük. Köszönöm a börtönben lévő munkának a támogatását. Gátépítés mikor indult be a felső Tiszánál? Ebben megfogott. Az, hogy ki van írva, ez egészen pontosan most két projekt van, amelyik beadási határidője március 5-e volt. Mind a kettő, az egyik a Szigetköz, az 5,8 milliárdos, másik a Mosoni-Duna ág, az 6,3 milliárdos beruházás. Azt is tudom, hogy hány pályázat jelentett, hogy a Duna, illetve a Tisza felső Tiszánál mikor indul a gátépítés, erre nem tudok most konkrét választ adni. De ha Siomagyi Jánosnak, ha megadja az elérhetőségét, vagy hogyha az önkormányzat segít, akkor holnapra pontosan meg fogom tudni mondani. Gyurcsánynak van esélye a börtönbe jutásra? Azt tudom mondani, hogy ha a később évek követel valamit, amikor nem országgyűlési képviselő, akkor a belügyminisztériumhoz fog tartozni. Jelen pillanatban az ügyészséghez tartozik, és én nem akarok az ügyészség helyett nyilatkozni. Úgyhogy
Azt tudjuk, hogy van ellene bizonyos kételyeket támasztó vallomás. Nem tudom, hogy a ügyészség ezt hogy fogja értékelni. Azt mondja, hogy a rendőrség gyakorlatilag nem tudja a lakosságot megvédeni a bűnözőktől. Mikortól könnyítenek a fegyvertartási törvényen, hogy a lakosság megvédhesse magát saját lakásában? Mikor igazítják az ehhez a BTK-t, Szlovákiában működik ez a rendszer, nálunk mikor vezetik be? Kérem szépen, a önhatalom gyakorlásáról van szó. Az önhatalom gyakorlását már a római jog is megengedte, és azóta Európa uniók területén, Európában, független az uniótól, Európában, ez fennmaradt a későbbiekben is, az angolszász joggyakorlatban sokkal inkább, különösen ugye az új világban, ahol nem volt megfelelő közrendvédelmi egység, nem volt megfelelő rendőrség, nem volt más rész, ott jobban megengedték ezt. A mi elképzelésünk szerint két dolog kell hozzá. Az első egy jogszabályi változás a büntető törvénykönyvbe. A büntető törvénykönyvben lehetővé kell tenni például azt, hogyha éjszaka valakit a lakásán belül megtámadnak, akkor azt feltételezhesse, hogy az életére törnek neki. Mert jelen pillanatban ugye van az arányos védelem mértéke, hát arányos védelem, hogyha valaki szabad kézzel támad valakire, akkor arányosan csak szabad kézzel szabad védekezni. Na jó, csak hát van egy bűnöző, aki 120 kiló, Magyarországnak az ökölvívó bajnoka lehetne, és van egy idősebb, mondjuk 40 éves, vagy 40 kilós. 40 éves, 40 kilós hölgy. Hát hogy védje meg magát? Hát egy puskával gondolják itt sokan. Na most a lehetőség ugye ez fennáll, de a későbbiekben ezt az önhatalmat szeretnénk a büntető törvénykönyvbe beírtatni. Könnyítettünk sok mindent a vadászpuska használatába, illetve vásárlásába, tulajdonlásába, itt az engedélyekbe. 5 dolgot is könnyítettünk. Na azért egy dologra oda kell figyelni. Nehogy azt következzen be, hogy sokan a vállópert oldják meg ezzel a puskával. Tehát nagyon-nagyon mérlegelni kell. Az önvédelem igen, a vállóper nem. Tehát büntetőtörvénykönyv módosítás lesz, fegyvertörvényt módosítottuk. Ennek a kettőnek a hatásaként azt remélem, hogy a házon belüli védelem nem csak a rendőrség, hanem a házon belülieknek a lehetőségét is kinyitja. De az első részében, hogy a rendőrség gyakorlatilag nem tudja a lakosságot megvédeni a bűnözőktől, ezt azért visszautasítom, de a második részre a kérdést megválaszolom. Én azt gondolom, hogy a Magyarország rendőrsége az Európai Unió átlag fölött teljesít. A következő, hogy meg lehet élni 47 000 forintból. A válaszom az, hogy jobban meg lehet élni, mint 28 500 forintból, amit eddig adtak, és hogyha valaki önmaga is akar tenni azért, és van egy kis földterülete, akkor biztos vagyok benne, hogy a tanultak, az ingyen vetőmag, a különféle állatokhoz való hozzájutás, az lehetőséget ad rá, ha idén nem, jövőre már többeknek, hogy ezt a 47 000 forintot olyan mértékig kiegészítsék, hogy meg tudjanak élni belőle. És mi a végső célkitűzés? A végső célkitűzés az nem az, hogy ez minden évben így megvalósuljon. A végső célkitűzés az, hogy csináljunk valamilyen szociális szövetkezeteket. Hogy önmagukat az emberek el tudják tartani. Adjunk nekik piacot, adjunk nekik teret, adjunk nekik megfelelő képzést és tudást, hogy ezt meg tudják csinálni. És én bízom benne, hogy meg lehet csinálni. Van olyan lehetőség a világban, ami Magyarországot piacképessé teszi. Ilyen a Isten adta földünk, ilyen a környezetünk. Ha megfelelő módon tudjuk ezt kihasználni, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok területen képesek leszünk arra, hogy ezek a úgynevezett szociális szövetkezetek, ezek az oktató szövetkezetek a későbbiekben megállják a helyüket önmaguk eltartására. Ez az elsődleges cél. Ha mindenki el tudja magát tartani önmaga, és nem kell segélyeket adni, sokkal gazdagabbak leszünk, sokkal magabiztosabbak leszünk, és azt gondolom, hogy Európának is egy új rendszer tudunk mutatni arra, hogy hogyan lehet kijönni ebből a különféle gondból. Somogyi úrnak a levelét elteszem. A
egyéb elismerő szavakat köszönöm. Van még egy írásos is, azt mondja, hogy ami Karcagot illeti, a fémlopás olyan szinten elharapódzott, hogy nekem kerítés oszlopaimat is kiszedték. Másnak a kaptárai alól szedték a kaptártartó vasat, kunyhókat, tanyákat törnek fel. Összességében több milliót lovasítottak meg a téli hónapokban. Nem lehetne tovább szögörítani a fémkereskedelmet, szerintem már több lopott cucc forog, mint tiszta. A probléma nem csak Magyarországon van, és közös megoldást keresünk. Felmerült annak a lehetősége is, egy kis közösség ajánlotta, hogy a színes fém kereskedelemre csak önkormányzatoknak legyen lehetőség. A önkormányzat kereskedhet vele, az tudja, hogy honnét származik, nem fizet a beszedésért, hanem csak az eladásával és az önkormányzatra fordítja. Ez egy érdekes javaslat, egyelőre nézzük azt, hogy milyen hátrányok származnak belőle, de ha valakinek van olyan jó javaslata, hogy hogyan lehet ezt megoldani, akkor azt szívesen vesszük. Nem csak én. Ugyanilyen gondot, problémát jelent ez Olaszországban, ott még kiemelten Spanyolországban, de megjelent Franciaországban és Németországban is. Tehát itt valamit összefogottan kell tennünk ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Annélkül, hogy lebecsülném a magánvagyomba esett ilyen kárt, de milliárdos károk keletkeznek például a MÁV-nál, a jelzőrendszereket működtető részkábeleknek az eltulajdonításával. És a veszély, maga a közlekedési veszély is kiemelkedő ezeken a területeken. Jött még papír? Köszönöm miniszter úrnak a válaszokat, a kérdezőknek a kérdéseket, és természetesen további kérdésekre is van lehetőség. És én szeretném ezt az alkalmat kihasználni arra néha, aki az est házigazdája kap kérdéseket, és ez most is így történt. Egy helyi kiadványba nyilván a ünnepre is időzítve érkezett jó néhány kérdés a részemre. Sőt, úgy érkezett, hogy kényelmetlen kérdések. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akik ismernek, azok nagyon jól tudják, hogy számomra nincsenek kényelmetlen kérdések. Kösse fel a vatyát, aki ilyet akar föltenni nekem. Én mindig becsületesen, szolgalma és tisztességgel dolgoztam, ezért minden kérdés alaposan meg is tudok válaszolni, ami a adott területet érinti, ami rám vonatkozik. Van jó néhány olyan történés, ami bizonyára foglalkoztatja az országos közvéleményt és a Vidékfejlesztési Minisztérium házatáját érinti. Ezek közül az egyik a földhaszonbérleti pályázatoknak a története, hiszen most 65 ezer hektárt hirdetünk meg hasznosításra. Ez rengeteg kisebb-nagyobb földet érint. A Nemzeti Földalap 140 fős szervezet, ami országosan 140 munkást jelent, dolgozót jelent, küzd ezzel a gigászi feladattal, és évelején látható volt az, hogy bizony kuszált földviszonyok vannak. Ettől függetlenül haladunk ezzel a munkával, és azt a célt, amelyet a kormányprogramban kitűztünk, azt teljesítjük, hogy a családi gazdálkodók számára nyitjuk meg a lehetőséget a föld hasznosítására. A helyben lakó kis és közepes családi gazdaságok tudnak pályázni állattartási feltételeket és jó néhány más feltételt vállalva. Ez egy nyilvános pontozásos rendszer, közjegyző előtti pályázatbontással kizárólag szakmai alapon történik a pályázatok elbírálása. Függetlenül attól, hogy ki mit mond, ki mit állít, a helyzet ez. Hogy kicsik vagy nagyok kapják ezeket a területeket, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kérdezők, el szeretném azt mondani, hogy jelenleg 1013 pályázat van elbírálás alatt, 3 hektár alatti zömbel a területek nagy része, illetve 30 darab olyan, amelyeknél az átlagos birtok nagyság 139 hektár. A derék hada a területeknek 20-30-50 hektáros méretű, ez mutatja azt, hogy nem nagy birtokosok részére vannak ezek a pályázatok kiírva, hanem igenis a kis közepes családi gazdaságok tudnak a földhöz jutni. 300 szerződést már aláírtunk egyébként, és a többiekre is az elkövetkező napokban sor kerül. Tehát a pályázással ez a helyzet. Nyilván van, aki nem nyer, és olyankor
kérdőjelek merülnek föl benne. De hogyha mondjuk egy föltelt 20-an pályáznak, akkor valószínű, hogy csak egy valaki lehet a nyertes. Ma egyébként volt egy tüntetés is, vagy egy tüntetési kísérlet, helyesebben lehet ezt megfogalmazni. Azok, akik nem nyertek a pályázaton, próbáltak erőt felmutatni, a Vidékfejlesztési Minisztérium elé vonultak, mind a tizen. Mind a tizen. Hát ezt tessék megírni az újságba, tisztelt jobbikos szerkesztők, a következő számban. Tehát a probléma mérete és a valóság az a sajtócikkel így áll összefüggésben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, van itt még néhány kérdés, ami rám vonatkozik, ügynök törvénnyel kapcsolatban. Én nekem meggyőződésem, hogy rengeteg titkot rejt az ügynökök világa, ügynök törvény dolga. De ez valószínű, hogy 1990-94 között kellett volna elővenni, és az a vonat már elment. Ma már a ki tudja milyen állapotban lévő ügynöklistákra támaszkodni, és abból ki tudja milyen politikai célok irányába tőkét meríteni, azt hiszem, hogy több kárt okozna a magyarság, a társadalom számára, mint hasznot. Van kifogása egyházi törvénnyel kapcsolatban is. Nyilván sok vita lehet akkörül, hogy az egyházakra vonatkozó szabályozás jó-e vagy nem jó. Kétszer megtárgyalta a parlament, azt hiszem, hogy sokan találkoztak ezzel a kérdéssel. Ez egy egyházi, lelkiismereti kérdés az én számomra is. Ennél többet nem is akarok erről mondani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogyha van bármilyen kérdés, természetesen belügyminiszter úr is, és én is állok rendelkezésre, és ahogy említettem, nincsen kényelmetlen kérdés, nyugodtan föl lehet azt tenni. Köszönöm szépen. Két további kérdés érkezett. Az egyik, hogy a közmunka során szükséges munkavégzéshez hogyan biztosítjuk a megfelelő védőeszközt. Ott, ahol állami vállalat a foglalkoztatott, ott rendelkezésre állnak ezek a védőeszközök. Hát a mezőgazdaságban kapához, kaszához olyan különösebb védőeszköz nem kell, az én meggyőződésem szerint. A egyéb területen, akik igénybe veszik itt a közfoglalkoztatottat, nyilvánvalóan, hogy oktatásba kell, hogy részesítsék, és nyilvánvaló az is, hogyha megfelelő olyan eszköz kezel, akkor ezt az oktatáson túl megfelelő védőeszközzel is biztosítsa. Itt kiemelnék egy dolgot a kérdés kapcsán, ez pedig nem más, mint ugye az egyik ilyen terület az önkormányzatoknak a Kazán programja, a kis települések Kazán programja. Magyarország iszonyú mértékben importál energiát. A 2400 milliárd forint körülbelül az importált energia például a gázvillamos energiából. Ugyanakkor sok esetben a mezőn égetjük el azokat a aprítékokat, amelyeket a szőlővenyigéket, amelyeket le kell metszeni, a gyümölcsfákat, meg eleve van már olyan biotechnológia, amelyik bioakácot, energiaakácot vagy energiafüzet termel. Ezeknek a termeléséből azt gondoljuk mi, hogy Magyarországon a kistelepülések szociális területeit, óvodát, iskolát, napközi otthont, idősek otthonát el lehetne látni energiával. Ehhez kísérletet végeztünk a Büntetésvégrehajtási Intézeten belül, ott 4 kazánt lecseréltünk ilyen biokazánra, és megnéztük azt, hogy az állam pusztai mezőgazdasági büntetésvégrehajtáshoz tartozó intézet tud-e megfelelő ilyen aprítékot termelni. Kérem, tudott, a 4 kazán működött, és 25%-ra csökkent az energiában fordított pénz, mint a gáz és a villanyenergiához, ami kell. Ennek megfelelően 144 településen meghirdettük ezt a kazán programot, és ennek a kazán program keretén belül aprítunk aprítógépet is. Na most ide az aprítógép mellé kell nem csak oktatás, hanem védőeszköz is, hogy nehogy bárkinek a szemét kiverje, vagy valamilyen gondot okozzon. De ezt úgy szerveztük meg, hogy egy-egy területen, 3-4 bokorba adtuk oda a kazánokat, és a kazánokhoz egy aprítógépet adtunk, mert minden kazánhoz azért drága lenne egy aprítógép, és ez el tud látni egy ilyen bokorban lévő kistelepülési kört. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor azt gondolom, hogy jelentős mértékig az energiaellátás is csökkenni fog.
Azt mondja, hogy ötlet. Köszönöm szépen az ötletet, ami arról szól, hogy az Egyesült Államokban a rendőrautóban folyamatosan megy a magnó, nem követendő ez a példa. Úgy látszik, hogy gondolatolvasó vagy telepatikus dolog van, mert a egy rendőrautó, egy rendőr akciót elindítottuk, és kísérleti jelleggel Győrben, Miskolcon és a fővárosban megkezdtük. De ennek a feltétele az, hogy egy videókamera van felszerelve a rendőrségi autóra, és nem magnóra megy a felvétel, hanem az ügyeletre játsszuk be egyenesen, és egy mikrofon is van. És a rendőrön is van egy kis kamera és egy mikrofon. Kiszáll, mondja, hogy igen, kérem, kamera és mikrofon van rajtam, és az intézkedést megkezdem. Hát ez két okból is jó. Az egyik, senki nem kísérel meg 20 000 forintot beletenni gyorsan a jogosítványába. Ez az egyik megoldás. A rendőrt is védi attól, hogy nehogy kísértésbe essen, maradjunk ennél. És így a kísértést is kiküszöböltük, az intézkedést is közvetlenül látja a ügyelet. Ha a rendőrt bármilyen támadás éri, azonnal tud intézkedni. Azért azt a kezdeti időszakban úgy határoztuk meg, a kísérleti időszakban, hogy ha a rendőr oda megy kocsival egyedül intézkedni, a másik járőr elindul hozzá. Biztosítani. Tehát igen, szeretnénk ilyet, és azt gondolom, hogy a magyar elme, a magyar technológia alkalmas is egy ilyennek a megvalósítására. A legnehezebb kérdést hagytam legutoljára. A legnehezebb kérdés, ez szinte minden alkalommal felmerül, halálbüntetés. Legyen, vagy ne legyen. Kérem szépen, ugye van ugye a alap gondolat, hogy szemet szemért, fogad fogért, életet életért. De van egy másik gondolat is, amely azt mondja, ugye, hogy nem vagyunk istenek, ne vegyük el senkinek az életét, hisz nem tudjuk visszaadni. Van egy másik gondolat is, hogy a justice mord esetében nem tudjuk feltámasztani azt, akinek elvettük az életét. Ezek a elvi, ideológiai kérdések, amiket nehéz megmagyarázni annak, akinek az ártatlan gyermekét valaki megölte, meggyalázta. Nehéz megmagyarázni annak, akinek a szeretetjét bűncselekmény áldozataként el kellett temetnie. De kérem szépen, azért azt gondolom, hogy hát az emberségünket mindig meg kell tartani. Itt ezek az elvi, ideológiai részei, de vannak ennek jogi részei is. Az Európai Unión belül a halálbüntetést nem lehet bevezetni. Az életfogytig tartó börtönbüntetést azt igen. Tehát az, hogy valódi élete végéig tartató börtönbüntetésben legyen valami a korábbi 20 év helyett, mert ugye a korábban az életfogytig tartó börtön az 20 évet jelentett, 20 év után szabadulhatott. Most valóban visszaadtuk az életfogytig tartó szabadságvesztést. Aki több emberen elkövetett ilyen cselekményt, ne jöjjön ki, maradjon bent. Úgyhogy jelen pillanatban ezzel a helyzet, mondom, figyelembe véve azt, aki lelkiekben ilyen megsértett, figyelembe véve viszont azt, hogy mit tudunk tenni és mit nem. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzám, mindenkinek jó ünneplést kívánok, a 4 napot töltsék napsütésben jó eredménnyel otthon. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönjük a nagy számú kérdést, köszönjük az elhangzott válaszokat. Azt hiszem egészen gyorsan pörgöttek itt a kérdések és a válaszok, és rengeteg információval, fontos adattal lettünk gazdagabbak, és csak gratulálhatunk ahhoz a hatalmas munkához, amit belügyminiszter úr azon a rendkívül nehéz területen végez, amely a társadalmi érdeklődésnek a középpontjában van már hosszú idő óta, és valamennyiünket érint, valamennyiünket foglalkoztat. Akár a rendezvényeken, akár a hétköznapokban, mindennapokban is. Sok sikert kívánunk ehhez a tényleg óriási munkához. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kérdések végére érve én szeretném megköszönni azt, hogy elfogadták meghívásunkat a karcagi nagykunpolgári körrendezvényére. Nagyon örülök annak, hogy ilyen komoly érdeklődés mellett került sor erre a mai rendezvényre, a mai fórumra. Az adakozás lehetősége rendelkezésre áll, kérjük, hogy támogassák programjainkat, hiszen a
hosszú évekkel ezelőtt megkezdett sort természetesen folytatni fogjuk. Egyúttal a polgármester úrtól megvan a felhatalmazás az irányomból, hogy szeretettel invitáljak mindenkit a március 15-i ünnepségekre, ahol az országzászló felvonása, ünnepi istentisztelet, a városháza ünnepi ülése és a délutáni koszorúzás méltóságteljes rendezvénysorozata vár mindenkit. A karcegi Nagykun polgári kör Budapestre buszt indít, de információm szerint már valamennyi hely foglalt, úgyhogy remélem, akik szeretnének budapesti központi rendezvényeken részt venni, megtalálják a módját, hogy felutazzanak Pestre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy következő rendezvényre is szeretném fölhívni a figyelmet. Március 23-án a kisegítő iskolában Pánti Ildikó képviselőasszony szervez a körzet számára egy mezőgazdasággal kapcsolatos fórumot, amelynek a meghívottja én vagyok. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, akár a körzetből, a város részről, és hát természetesen a város lakosságából, a környező településekről is erre a mezőgazdasági fórumra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én zárásként még egyszer megköszönöm azt, hogy elfogadták meghívásunkat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mai estének az üzenetét vigyük haza. Jusson el minden magyar emberhez, hogy úgy, hogy 1848-ban összetudott fogni az ország, és kemény küzdelemben méltósággal tudott helytállni, úgy mi is tudjunk méltósággal ünnepelni március 15-én. Bizony sokan vannak, akik kritizálnak bennünket, nem ritkán támadnak is, támadják az országunkat, a hazánkat. Fontos az, hogy egységes fellépéssel összefogva védjük azokat az értékeket, azokat az elveket, amelyek mentén dolgozunk, és amelyek mentén egy olyan erős országot, egy olyan erős államot akarunk felépíteni, amely otthona, amely összefogója valamennyi magyar embernek. Egy olyan országot, amelyben büszkék lehetünk arra, hogy itt élünk, egy olyan országot, amely megvédi minden polgárát és segíti a boldogulásban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kellemes ünnepeket kívánok, és kérem Karcagy Nagy Zoltán képviselő urat, hogy a rendezvény zárásaként segítsen abban, énekeljük el a szózatot. Köszönöm szépen!